Lázár János kormánybiztos írásában kiemelte, Makó városa kivételes helyzetben van, olyan kincsekkel rendelkezik, amelyre bátran lehet építeni. A magyar gyógyfürdő kultúra európai hírű, ennek alapját Magyarország kivételes gyógy- és hévízkincse teremti meg. A most kialakuló világrendben az olyan természeti kincsek, mint például a termőföld és a vízkészlet komoly mértékben felértékelődik, lassan a szénnel és a kőolajjal válik egyenértékűvé. Makó esetében pedig kiemelkedő minőség gyógyvízről és gyógyiszapról is beszélhetünk. Utóbbi összetétele szakemberek elemzései szerint is a világ leghíresebb gyógyiszapjaival is felveszi a versenyt. A politikus rávilágított, ezekben az években zajlik a folyamat, melynek következtében településünk nagymúltú mezővárosból modern fürdővárossá alakul át. A makóiak az említett pozitívumokhoz hozzáadtak még egy fontos dolgot, a makoveci örökséget. Makovec Imre a 20. századi magyar és európai építészet egyik legegyén volt, egyben Marosmenti településünknek nagy szerelmese és barátja. A szakember védjegyévé vált organikus építészet, és az ebben a stílusban megszületett alkotások messze földről vonzák a kulturális idegenforgalom turistáit, ebből pedig Makó is profitálhat. Lázár János úgy fogalmazott, Makó nem pusztán a mi alföldünk, hanem a Szent Istváni értelemben vett történelmi alföld egyik legvonzóbb fürdővárosa lehet, amely új, akár határon túli piacok felé is nyithat. A politikus rávilágított, a járványügyi helyzetben fontos, hogy egy olyan válságkezelő program kerüljön kialakításra országos és települési szinten, amely egyben a jövőre is reagál. A hagymatikum projekt a válság és jövőálló projektek kategóriájába tartozik, tehát olyan beruházás, amit a járvány alatt nem leállítani, hanem inkább felgyorsítani kell. A munkát azzal kezdtem, hogy több mint 9 milliárdos támogatást kértem Makónak és a makói embereknek. Ezzel lehetőség nyílik az indokolatlanul lelassult projekt felgyorsítására, arra, hogy még 2021 tavaszán megkezdődjék az építkezés, hiszen minden terv csak annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. Zárt a sorait a kormánybiztos.